Október 6-án a zaradi vértanúk emléknapján, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően az Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint az ugyanezen a napon a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeztünk. Az aradi vértanúknak az emléknapját tartjuk most már több mint 20 éve folyamatosan. Ez egy olyan nemzeti gyásznap, amely minden évben megrendezésre kerül, hiszen a nemzet egyik olyan sorsfordító eseményéhez kapcsolódik, amelyet részben ugye tanítanak, tehát a történelemkönyvekben ez egy fontos és számon tartott dátum. Másrészt egy nagyon emblematikus időszaknak a lezárását is jelenti, hiszen az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot követő megtorlásoknak egyik nagyon fontos dátuma volt 1849. október 6-a, amikor is az aradivár Sáncárkában 13 honvéd tisztet, 12 tábornokot és egy ezredest kivégeztek, négyet lelőttek, tehát golyó általi halált haltak kegyelemből, részben azért, mert ők osztrák csapatok előtt tették le a fegyvert, illetve az utolsó időszakban már nem harcoltak az osztrákok ellen, illetve 9-et köztörvényesként, illetve vagyonelkobzással sújtott áldozatként kivégeztek kötél által. Tehát a aradi vértanúk így haltak meg, és ezt követően őket az aradi vár Sáncárkába temették el. Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett, a kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett. Az első világháború után tovább nőtt az emléknap jelentősége. A kommunista időszakban sem tiltották be, de nem volt állami ünnep, de az iskolákban és az újságokban megemlékeztek a vértanúkról, ugyanakkor a megemlékezés hangsúlya az osztrák terrorra és a beavatkozó orosz csapatok iránti empátiára helyeződött. Nagyon hosszú idő telt el, mire ez a dátum a magyar nemzet történelmébe eljutott odáig, hogy egyfajta nemzeti emléknapként emlékezhessünk ezekre a hősökre. Nagyon érdekes az, hogy a nemzeti ünnepek és a nemzeti gyásznapok azért valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz, hiszen három nagy nemzeti ünnepünk van. Augusztus 20-a, ugye a Szent István ünnepe államalapításhoz kötődik, maga március 15-e a 48-as forradalom, majd az azt követő szabadságharcnak a nyitó dátuma, illetve a parlamentális magyar demokráciának a nyitó dátuma, hogyha úgy tetszik, illetve október 23-a az 1956-os forradalom és szabadságharcnak a nyitó eseménye volt. És ezekhez kapcsolódik 1956 vonatkozásában november 4-e, ami szintén gyásznap, amikor is leverték a szovjet csapatok a magyar forradalmat és szabadságharcot, 48-49-ben pedig az október 6-a az egy olyan megtorlási folyamatnak a része volt, ami a 49-es forradalmi szabadságharcos eseményeket zárták le. Nyilvánvalóan a 1849-et követő elnyomás időszakában szó sem lehetett arról, hogy ezekre a aradi tisztekre, aradon kivégzett tisztekre, vagy velük együtt az arra több száz kivégzett és meghurcolt, vagyon elkobzott, kényszerbe sorozott katonákra, illetve civil lakosságra emlékezzenek. Azonban 1867-ben a kiegyezéssel ez is valahol a helyére került, és ezt követően az Aradon is egyébként jól megfigyelhető, mert akkor már 1867-ben felmerült, hogy emléket állítsanak ezeknek a mártír katonáknak, amely aztán végül is 1870-es években meg is történt, tehát egyfajta kultuszuk még a dualizmusban már zajlott. A rendszerváltozás után a kormány 2001. novemberében nyilvánította nemzeti gyásznappá. A hagyományok szerint a Kossuth téren félárbócra engedik Magyarország nemzeti lobogóját, majd az egykori miniszterelnök vesztőhelyének színhelyén, a Batthyány örökmécsesnél gyertyagyújtással,
a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyen lévő Batthyány mauzóleumnál pedig koszorúzással emlékeznek a szabadságharc mártírjaira. A középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak. Első Ferenc József osztrák császár 1849-ben leverte, illetve Hajnó táborszernagyon keresztül véresen leverte ezt a lázadást, az ő szemében lázadást. Azonban ő volt 1867-ben az uralkodó, illetve egészen 1916-ig ő volt a magyar király, és az ő uralkodása alatt szökkent szárba lényegében akár az aradi vértanúknak is az emlékezete, illetve az a fajta közmegegyezés, hogy ők igenis a magyar történelemben nagyon fontos és jeles szerepet játszottak. Erre mi sem példa, jobb példa, mint hogy a leszármazottak közből, tehát az aradi vértanúknak a leszármazottai közül Kisernő altábornagy, aki győrmény származású tagja volt ennek a kivégzett csapatnak, az ő unokája, Dániel Ernő, kereskedelmi miniszter volt az 1890-es években, tehát 50 évvel nagyapja kivégzését követően Nagy Bánfi Miklós vezette kormány, a közös magyar kormányba. Egyébként nem véletlen, ahol most tartózkodunk, ez a Magyar Géniusz Vándor kiállításnak a 48-49-es eseményeket bemutató része előtt, illetve benne. A mellettem lévő íróasztal az pont Kisernő altábor nagy tábori íróasztala volt. Kiskunfélegyházi Kiskunmúzeumnak a felajánlása volt erre a kiállításra, tehát ezen az íróasztalon írta meg a hadiparancsait, és aztán később ez a családja révén jutott múzeumba, és kerülhetett így a kiállításra, most így bemutatásra, és ennek segítségével akkor talán egy picit rá is emlékezhetünk. Egyébként a 13 közül ő a négyek között volt, akit lőporral lőttek le, sőt, azt is feljegyezték, hogy a négyük közül őt nem sikerült az első sortűzzel kivégezni, csak vállán találták el. Egy második sortűzet ő maga vezényelt az őre irányító három katonának, és ezt követően lőtték agyon. Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív vagy kilépett császári tisztek voltak. A szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, 11 vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt. A szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok példát akartak statuálni. Maguknak a tábornokoknak a sírja is, hát először is a kivégzés követően hát rendkívül mostoha sorsot jártak be, hiszen abban az árokba temették el, ahol a kivégzés zajlott. A 13 család közül kettő volt az, aki a holtesteket el tudta szállítani családi birtokra. Egyébként pont a Kisernő volt az egyik, aki a délvidéken lévő családi sírkápolnába került végső eltemetésre, a másik Dezsőfi Arisztid volt. Így Dezsőfi Arisztid és Kisernő kivételével az aradi vértanúk napjainkban már egy helyen nyugszanak. 1884-ben a kivégzés vélt helyén felállított obeliszk alatt kialakított kriptában helyezték el őket. Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk, akiknek hősies áldozatát nem homályosította el az idő. A feleségeik sorsáról azonban nemigen tudunk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a vértanúk özvegyeinek küzdelmes élet jutott. Nyilvánvalóan, akik áldozataul estek a megtorlásnak, és ez nem csak 1849-ben igaz, hanem akár 1956-ot követő megtorlásokban is, ez nagyon sokszor vagyonelkobzással érintették vagy illették ezeket a családokat, és az özvegyeknek természetesen, akik nagyon sokszor gyermekekkel élték meg, gyermekeikkel élték meg ezt a szomorú eseményt, nagyon nehéz sors jutott nekik. A legtöbbjük azért nemesi származású volt, tehát ilyen értelemben volt egyfajta családi védőháló, hogyha szabad ezt így mondani, aki azért amennyire lehetett, azért megpróbálta támogatni őket. Aradi vértanúként a köztudat 13 főtisztet tart számon, de valójában többen voltak. 1849. augusztusa és 1850. februárja között Aradon még további honvédtiszteket végeztek ki.
Az aradi vértanúknál azért még el kell azt mondani, hogy nem csak igaz, hogy ezen a napon, október 6-án 13 embert végeztek ki, de előtte is és utána is jó néhány honvédtiszt áldozatul esett, tehát eleve sokszor beszélünk 16 aradi vértanúról, akik közöttük Kazinczy Lajos, Kazinczy Ferenc fiáról, aki ezredesként szolgálta a magyar hadsereget, de igazából nagyságrendét tekintve, ugye ugyanezen a napon Batthyány Lajos miniszterelnököt Pesten végezték ki golyó által, őt is fel akarták akasztani, csak az utolsó pillanatban egy becsempészett eszköz segítségével megsebezte a nyakát, így nem tudták elvégezni az akasztást, és emiatt lőpor által halt meg az első magyar független kormány miniszterelnöke. Összességében pár száz főre tehető azon embereknek a száma, akik halálos ítéletben részesültek, ellenben az említett vagyonelkobzás, kényszerbesorozás, lefokozás az sok ezer magyar családot érintett, hiszen ez egy olyan közös nemzeti élmény volt, és talán az első olyan volt a magyarság történetében, amikor a széles néprétegek is átélhették az összetartozásnak a valahogy a tudatát. Tehát ugye ez a jobbágyrendszernek a felszabadításával járt együtt a 48-as forradalmi események, és ebből adódóan a szegényebb rétegek is részeseivé váltak ennek a honvédő háborúnak, hiszen ez előbb-utóbb a szabadságharcban ez egy honvédő háborúként zajlott le, és ez is az oka, hogy viszonylag korán és egyértelműen a nemzet emlékezetébe automatikusan beivódott.